én vagyok itt a csapatmenedzser, Superbike-on csapatánál. A hat versenyzőnek a kiszolgálására a lehető legkomolyabb infrastruktúrával, amit mi tudunk biztosítani, illetve a kiszolgáló személyzettel érkeztünk. Ez jelen pillanatban egy masszörből, két szerelőből és egy segítő személyzetből hoztunk magunkkal 4-5 tartalék biciklit a hat versenyzőnek, plusz még kb. 10 pár kereket, ezen kívül két személyautóval kísérünk, az egyik közvetlenül a mezőn mögött megy, a másik előre megy frissíteni, és utána becsatlakozik a karaván mögé. 50-60-70 kulacsot töltünk meg minden nap, kétharmad része víz, egyharmad része izotóniás ital, mellette még egy kis energiaital is minimálisan. Úgyhogy nekünk egy ilyen többnapos verseny az utazástól kezdve a hazai érkezésig, egy ilyen reggel 6-7-től, ma reggel 6-kor találkoztunk a parkolóba, a reggel 6-tól olyan éjfélig tart. Hát ez egy elég költséges mutatvány, így rendszeresen járni a versenyekre, illetve hát ha meg tudjuk mutatni a munkánknak a gyümölcsét, tehát arra készülünk, hogy itt az utolsó két napban valamit megmutassunk, mert ott ki fog jönni az a jellegű munka, amit elvégeztünk a srácokkal, mind az edzés munka, mind a rengeteg verseny.